Camiculas? Sì! No, che fare il teatro? Non so che voglia dire che a casa non è tanto mi chiede se non vuoi che voglia dire che vuoi dire? Anche se poi da Mikula c'è il foglio, non ti dite sei, ti dite nemmeno, eh? Ora quando stavo con a dire ciò che con cui è e Mikula è sbudito bene, ha detto 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 che era Mikula è sbudito, ha detto bene, 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 ha detto Feel it in your
da risaglio. Ma qua stiamo con le miglia, senti? Cillo da muove, scendi la riccia. Cillo da muove, scendi la riccia. Dile le linee, l'amico della pillantás szedettem a rajzokra, ezek természetesen még nincsenek kész, mert ennyi darabot úgy sem lehet szépen rajzolni. Tapsoljátok meg! Tapsoljátok meg!
Már csak egy képen tartozunk. Gyere gyorsan. Mutatkozz be, hogy hívnak? Traják Martin. Martin. És nézzétek meg Martinnak a Mikulását. Senkivel nem lehet összetéveszteni, szép piros zakója van a Mikulásnak. Mellette pedig egy hatalmas nagy puttony van. Igaz? Hozzád is jön a Mikulás? Na, majd meglátjuk. Tapsoljátok meg. Ha van kedvetek, akkor játszhatunk még egyet. Lolita. Csiszvadi a János. János, ha figyeljetek ide. János. Az lesz a feladat, emlékeztek, amikor a legutóbb itt voltam, akkor állathangokat kellett felismerni, emlékeztek erre? Igen! Most is hangokat kell felismerni, mégpedig dalokat, amit egy gyönyörű szép hangszerrel fogok nektek eljátszani, és ki kell találnotok, hogy milyen dal játszottam el. Lolita, ha te találod ki, akkor gyorsan fölteszed a kezedet, János, ha te is tudod, akkor te is fölteszed a kezedet, és azt fogom kérdezni, hogy ki gyorsabban teszi fel a kezét. Van még egy játékszabály, ami rátok vonatkozik. Sugli szabad? Nem! Beleszólni szabad? Fordítva fogunk tenni. Na most lesz. Akkor most elkezdem játszani a dalt, és ha tud kitaláltátok, gyorsan kezed föl. Lolita, János, rendben van? Akkor kezdjük. Yeah.
hierro en copio. Es un chino a los seis. De tudjátok mi? Szerintem már bent van az épületben, mert hallottam, hogy ott dőlt a polc, mindegy. Kimegy lenni, nézem. Ha találkozom a Mikulással, akkor megígérem, hogy be fogom hozzátok küldeni. Ha nem találkozom vele, akkor buktatok egy Mikulást, ez világos. De minden esetre én Jó, puttonyában, jó!
nagyon szép volt, és a középső csoport is készült valamivel. Verset is tudtok. Igen. Igen. Természetesen az ajándékokat majd minden csoport megkapja, ott majd az obolén ki fogja nektek osztani. Mielőtt elbúcsúznék tőletek, addig szeretnék elmondani egy-két dolgot, és ezt nagyon jegyezzétek meg. Nem csak Mikulás napján kell jónak lenni, nem csak Mikulás napján kell szót fogadni, hanem az év összes többi napján. És ne csak Mikulás napján tisztítsátok ki a cipőtöket, hanem mindig, amikor kell. Sőt, szerintem anyu, apu örülne neki, ha egyszer meglepjétek azzal, hogy kitisztítjátok ki az ő cipőjét. Szót kell fogadni a szüleiteknek, az óvodával az óvónéniknek, mert higgyétek el, azt akarják, hogy komoly felnőttek legyetek. És hogyha így fogtok viselkedni, akkor ez be is fog teljesülni, de azért még jövőre eljövök hozzátok. Szeretném az ajándékot átadni. Ide raktuk le. Az óvónénik majd ki fogják osztani, és búcsúzóval szeretném kérni, hogy valami szép dallal köszönjetek el tőlem. Köszönjük az ajándékot. Köszönöm.